A Lúnyay család legismertebb és legsikeresebb tagja Lúnyay Menyhért volt, aki 1822-ben látta meg a napvilágot Nagy Lúnyán. Születésének 200. évfordulója alkalmából összefogtak az egykori lúnyai települések, hogy méltóképpen emlékezzenek meg a néhai miniszterelnökről. Erről egy megállapodás is született. A Szabadszatmár-Bereg megyei önkormányzat, Lúnya, Tuzsér, Deregnyő, Mordogolaszi, Beregsom, később pedig Vásáros nemei csatlakozásával, amelyben közösen fordultunk a Magyarország kormányához, hogy nyilvánítsa emlékévé 2022-t. Sajnos ez nem lett hivatalosan emlékév, de forrást tudtunk kapni az általunk elkedvelt rendezvények megvalósításához. Versenyek, előadások, kulturális rendezvények. 18 hónap alatt mintegy 100 programot bonyolítottak le, köztük legutóbb egy egyedi tűzzománc címer átadását Lúnyán. Van egy hosszú előkészület. Az előkészület a tervezés, meghatározni az optimális nagyságát. Egy az egyes rajzot készíteni, részből kivágni, kifűrészelni, utána már csak zománcozni kell. Ami hosszú-hosszú lélegzet, tehát ha elkezdek zománcozni, akkor megpróbálom úgy, hogy a több darabból álló zománcot mindegyiket kiégetni. Ha kiégettem, akkor utána jön egy kis pauza, mert a varázslászót nem szeretem. A csoda akkor jön létre, ha a kemencébe van. Utána pedig egy 2-3 napos festés következik, hogy minden egyes szín adott szárazságban, adott vastagságban jelenjen meg, aztán újra égetés. Ez többször. A technika lehetővé teszi, hogy akár több ezer évig is fennmaradjon egyfajta üzenetként a jövőnek. A térség országgyűlési képviselője arra is kitért beszédében, hogy gróf Lúnyay Menyhért munkássága méltó arra, hogy erőt merítsünk belőle a 21. század kihívásaihoz. Ennek jelképe a tűzzománc címer is, amelyet nagy becsben tart majd a falu. A település számára ez egy nagyon nagy dolog, hiszen elég sok mindenünk volt, aminek nem voltunk jó sáfárai, hiszen leégett a kastély, eltűnt az uradalmi magtár. Tulajdonképpen a grófi időkből már csak a református egyház őriz valamilyen kis tárgyi emlékeket, és igazából ez most a falu számára egy nagy dolog, mert immár nekünk is lesz valamilyen kegytárgyunk, nevezzük így. Bár a címert a művelődési házban adták át, nem marad itt. Ez ugyanis jelenleg segítőpontként működik az Ukrajnából érkező menekültek számára. A polgármester szeretne vigyázni az alkotásra, ezért a hivatal tárgyalójában fog helyet kapni.